Martin György néprajzkutatónk nagyon komoly gyűjtéseket szervezett Erdélybe, és hát ugye ott van a nagy kalotaszegi film, a Boncidai, a Zördöngös füzesi, és én úgy gondoltam, hogy megpróbálom ugyanezt a közönségnek visszaadni, mert ha mondom, hogy 69-ben milyen jó filmeket csinált annak idején Martin György, akkor nem nagyon értik, hogy miről van szó, és azt gondoltam, hogy most megpróbáljuk visszaadni ugyanazt gyűjtővel, zenével, díszlettel, minden együtt a közönségnek, hogy hát ha a laikus ember is meg fogja érteni ezt, hogy mit jelentett az a felvétel abban az időben. Amikor annak idején Martin György kiment mondjuk Kalotaszegre, és összekönyörögte az embereket oda a hatalmas nagy falá tűrébe, és akkor azt mondta, hogy na akkor most kérek szépen egy magyar legényest, akkor táncoljanak 5-6-an. Így persze egy kicsit színpadias változat, ami kell egy kis közös rész, ez az amaz, de hogy abszolút a természetességet próbálom meg színpadra állítani. Ha valaki megnézi majd, akkor teljesen hihető legyen, élő legyen. Érezze magát 1969-ben mondjuk Türébe az első 15 percbe. Hogy itt van a Gyuri bácsi, kiteszi a kameráját, ott a csapó a kezébe csap, elindítja a zenekart, fölgyűjti őket, meginterjúja, hogy ki mikor született, mit fog muzsikálni, tehát hogy ez egy teljesen emberi legyen.
válság. Az Ajka Padrakú Tánc Együttes a neve az együttesnek. Hát a neve az abból alakult, hogy a szomszédban van egy falu, végül is a Ajkának a külvárosa, aminek a neve Padrakút, és valamikor 52 évvel ezelőtt ott alakult meg ez az együttes, és aztán jó pár évtized után bekerült ide Ajkára a székhelye. Az együttes tagoknak a nagyon kevés hányada ajkai, a többi az mind a környéki falvakból el egész Tapolcáig, le Veszprémig. A korosztály az 14-től mondhatom 35-ig. Beállítottuk a muzsikásokat egy évre. Minden vasárnap, amikor kijöttünk a templomból, volt nekünk egy táncházunk, oda gyülekeztünk és a fiatalok. Ott táncoltunk egész vasárnap.